Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Az áltudományok és áltudományos híresztelések ellen igyekszik felvenni a harcot egy most indult honlap, a tudomány.hu. A tudomány jellegénél fogva csak valós tényeket tud közölni. Ezek nem mindig felelnek meg az elvárásoknak vagy a vágyakozásoknak, és hát tulajdonképpen, ha megnézzük mondjuk az internetet, akkor azt látjuk, hogy egy-egy témakörben a feldobott információknak 90% vagy még több százaléka az valamiféle megalapozatlan állításból indul ki, és nagyon kevés az a honlap, ahol valódi tudományos érvek alapján jelenik meg az információk. Az emlődaganat kialakulásához vezető, eddig ismeretlen folyamatot fedeztek fel a Debreceni Egyetem kutatói. Az egyedülálló tudományos eredmény alkalmazásával újfajta, akár otthon is elvégezhető diagnosztikai eljárás fejleszthető ki. Korai stádiumban lehet megtalálni vagy azonosítani az emlőtumor megjelenését. Hogyha a bélbaktériumokat vizsgáljuk, ez székekből lehetséges. Ehhez nem szükséges invazív mintavétel, tehát nem kell senkit megszúrni. Ad abszurdum, hogyha azok a módszertani fejlesztések, amiket tervezünk, sikeresek, akkor akár ez otthon is elvégezhető lesz. Friss székletet föl kell oldani, és egy olyasmi eszközt tervezünk, ami picit hasonló elven működne, mint egy terhes teszt. Valamilyen színváltozáson keresztül meg tudjuk mondani, hogy ez a teszt pozitív vagy negatív, és hogyha pozitív, akkor tovább lehet menni egyéb szűrővizsgálatok irányába, vagy egyéb irányított diagnosztika irányába. Napjainkban rengeteg információ jut el az emberhez, ám mint minden mást, a tudományos híreket is érdemes fenntartásokkal fogadni. Több helyen már oktatják, nézzük meg, mi a hír forrása, ki jegyzi az eredeti cikket, ha jegyzi egyáltalán valaki. Legyen gyanús, ha nem megbízható a forrás. Igen ám, de mi számít megbízható forrásnak? Ebben próbál segíteni, legalábbis a tudomány területén, a Magyar Tudományos Akadémia által is támogatott, most indult tudomány.hu oldal, amely szeretne tiszta vizet önteni a pohárba. A szójáték nem véletlen, a főszerkesztő Fábián István nemrég az akadémián a csodavizekről és a csodasókról tartott nagy sikerű előadást. Vele beszélgettem az új portálról. Ennek a honlapnak az elindítását az motiválja, hogy ha megnézzük az internetet, a ránk özönlő információk halmazt, nagyon sok áltudományos nézeten alapuló termék kerül forgalomba, és hát úgy gondoljuk, hogy a Tudományos Akadémiának, de elsősorban a tudósoknak, kutatóknak a feladata az, hogy az áltudományokkal szemben vegyék fel a küzdelmet. Mi számít áltudománynak? Áltudománynak nagyon nehéz a definíciója, ugye, mert időnként a tudomány is úgy működik, hogy különböző nem bizonyított hipotézisek alapján megy tovább. Az áltudománynak én és nagyon sokan azt tekintjük, amikor tudományosan megalapozatlan tényekre hivatkozva, tudományosan megalapozatlan állításokra hivatkozva olyan következtetéseket vonnak le, amik úgy néznek, mintha tudományosak lennének, de ezeknek semmi alapjuk nincsen. Nagyon abszurd példát fogok most mondani, például ha valaki azt mondja, hogy a Földön nem látjuk a görbületet, tehát a Föld mégis lapos, holott pontosan tudjuk, hogy a tudományos tények nem ezt támasztják alá. Említette ön is, hogy nagyon sok álhír kerül el hozzánk, hogyha mondjuk a legnagyobb közösségi oldalt nézzük, nem tudományos témájuk, de azt hiszem a jelenséget nagyon jól megmutatja, hogy napi szinten osztanak meg ismerőseink olyan híreket, amik évekkel ezelőttiek. Hogy lehet így egyáltalán fölvenni a versenyt ezzel az információ mennyiséggel? Nagyon nehéz, ugyanis általában ezek az áltudományos hírek, híresztelések olyan témákban jelennek meg, amit az embereket nagyon érdekli. Gondolok itt az egészségügyre, az egészséges életmódra, a csodaszerekre és így tovább. És a problémát az jelenti valóban, hogy egyrészt egymás között is terjesztik az emberek ezeket a híreket, másrészt pedig akik ebből üzletet látnak, azok pedig eleve olyan honlapokat tesznek közzé, ahol ilyen információk jelennek meg. Na most a tudománynak az a legnagyobb problémája ezekkel a honlapokkal, ezekkel az információkkal szemben, hogy a tudomány jellegénél fogva csak valós tényeket tud közölni. Ezek nem mindig felelnek meg az elvárásoknak vagy a vágyakozásoknak, és hát tulajdonképpen, ha megnézzük mondjuk az internetet, akkor azt látjuk, hogy egy-egy témakörben a feldobott információknak 90% vagy még több százaléka az valamiféle megalapozatlan állításból indul ki, és nagyon kevés az a honlap, ahol valódi tudományos érvek alapján jelenik meg az információ. Na most emiatt nehéz felvenni a küzdelmet. Úgy gondoljuk, hogy ha van egy olyan honlap, ahol viszont kifejezetten olyan kutatók, tudósok szólalnak meg, az
akik egy-egy témában szakértők, értenek hozzá, nemzetközileg elismert eredményeik vannak, az valami kreditet ad az ott megjelenő állításoknak, és ha erre pedig csúnya kifejezéssel rászoknak, úgymond az emberek, rászokik a közvélemény, akkor talán tud egy ellensúlyt teremteni. Hogyha tudományos témákról beszélünk, ugye nálunk itt a Sigma magazinban is ez rendszeres kérdés, hogyan lehet ezt elmondani úgy, hogy mindenki megértse? Nagyon nehéz, és tudományterülettől függ. Ezt tudomásul kell venni a kutatóknak, tudósoknak, hogy az a nyelvezet, az a megközelítés, amit mi alkalmazunk, az elszakad a köznapoktól, tehát olyan fogalomrendszerrel dolgozunk. Ezeket kell lefordítani tulajdonképpen a köznyelvre, olyan nyelvre, amit az emberek is megértenek. Nagyon nehéz általános receptet mondani, de azért a legnehezebb tudományos témáknál is található egy olyan megfogalmazási forma, ahol ha nem is a részleteket, de a lényeget meg tudjuk fogalmazni a közvélemény számára. A tudomány.hu oldalt a Magyar Tudományos Akadémia is támogatja. Ez a gyakorlatban mit jelent? Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egyrészt a Tudományos Akadémia kérte fel a munkatársakat, hogy ezen a honlapon működjenek közre. Alapjában véve két dolgot jelent. Egyrészt, miután a közgyűlés lényegében megszavazta ennek a honlapnak a támogatását, ez azt jelenti, hogy a felelős szerkesztő, aki én vagyok, vagy a munkatársak felkérhetnek nagyobb megalapozottsággal kutatókat, tudósokat arra, hogy működjenek közre, illetve a technikai feltételeket a Magyar Tudományos Akadémia biztosítja. Többször szóba került például a közösségi oldal is, az akadémia is próbálja ezt erősíteni. A tudomány.hu felkerül a közösségi oldalra? A közösségi oldalon természetesen hírt fogunk adni arról, hogy ez a honlap működik, és természetesen onnan is elérhető lesz. Viszont hangsúlyozni szeretném, hogy itt nem az a cél, hogy egy vitafórumot is. Itt az a cél, hogy informáljuk az érdeklődőket, illetve, hogyha vannak megalapozott kérdései, azokat csokorba szedjük, és utána pedig a szakértők azokra a kérdésekre válaszolni fognak. Mennyire lesznek aktuálisak, napi aktualitásúak ezek az írások? Hát mi szeretnénk, hogyha a legégetőbb problémákat, vagy a legégetőbb kérdéseket vegyük elő. Azt gondolom, hogy az első téma, ami ugye már fönt van a honlapon, az abszolút olyan kérdés, ez az oltásokkal, védőoltásokkal kapcsolatos. Itt nagyon sok tévhit, félreértés, áltudományos nézet jelenik meg, és hát a jövőben is olyan témákat keresünk, akár a természettudományok területéről, akár a bölcsészettudományok területéről, ami érdekli az embereket. A beszélgetést azzal kezdtük, hogy ugye az a cél, hogy az álhírek ellen legyen egy hiteles forrás. Tulajdonképpen ki a célközönség, kinek szól ez az oldal? Lényegében ez valóban a célja az, hogy megszólítsuk a közvéleményt, és hát elsősorban azokat, akik a közvéleményben, a véleményformálásban azon részt vesznek. Tehát az elsődleges cél az, hogy a sajtónak adjunk egy megfelelő háttértámogatást ahhoz, hogy bizonyos témákban tudományos igényű véleményeket, illetve tudományos igényű tényeket tudjanak megjelentetni. Figyelmébe ajánljuk ugyanezt az oktatás különböző szintjén oktató tanároknak, hiszen ők az ifjúságnak kell, hogy átadjanak tudományos ismereteket, és nem biztos, hogy minden területen elég magad biztosan mozognak. És hát természetesen minden érdeklődőt, aki nem akarja elfogadni azokat az áltudományos dolgokat, amik megjelennek a sajtóban itt-ott-amott, hanem valóban utána szeretnének járni annak, hogy bizonyos dolgok között mik a tudományos tények, nekik is ajánljuk ezt a honlapot. Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk. Folytatódik a Sigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik. Kritikus állapotban lévő gyermekek teljes genetikai állományát elemezték néhány hét helyett, mindössze néhány nap alatt a londoni Great Ormond Street gyermekkórházban. Az intenzív osztályon fekvő gyermekek genomikai vizsgálatát azért kellett elvégezni, mert a tapasztalatok szerint az életveszélyes, ismert betegséghez nem társítható állapotok mögött gyakran valamilyen ritka genetikai betegség áll. A 24 vizsgált betegből 10-nél tudtak sikeres diagnózist felállítani az orvosok, akik így haladéktalanul módosíthatták a kezeléseket. Egy megrepett léppel kórházba szállított gyermeknél pedig kiderült, hogy egy ritka betegség okozza a belső szerveinek sérüléseit, ez alapján pedig ejthették a rendőri vizsgálatot a szülők ellen. Egy vizsgálat 5600 angol fontba kerül, ami nem sokkal több, mint egy napi kezelés ára az intenzív osztályon.
csaknem 2 évtizede már annak, hogy elkészült az emberi genetikai állomány térképe, de sok szakember szerint csak most jön el az az időszak, amikor egyre több helyen tudják majd alkalmazni ezt a gyógyászatban. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy töredékére csökkent a genomelemzések ideje és költsége, másrészt egyre több betegségnek tárják fel a genetikai hátterét. Új szondát küldött a Marsra a NASA. Az InSight névre hallgató űreszközt múlt szombaton indították el a kaliforniai Vandenberg légibázisról, és ha minden jól megy, fél év múlva landol a vörös bolygó felszínén. Leszállása után a szonda érzékelőket mélyezt a talajba, amelyek a bolygó szeizmikus aktivitását és belső hőmérsékleti viszonyait mérik. Ezzel minden eddiginél pontosabb képet kaphatnak a kutatók a Mars belső szerkezetéről, ami naprendszerünk múltjába is betekintést enged. A mérések segítenek abban is, hogy a mérnökök felkészüljenek a marsrengések következményeire. A szeizmikus mérések segíthetnek a felszín alatti víz felfedezésében is, ami a Mars élet kutatóinak lehet fontos információ. Az InSight mellett 2 mikroműhold is elindult szombaton hajnalban. Ezek biztosítják majd a felszíni szonda és a földközi kommunikációt. Egyre több érdekesség derül ki a bélrendszer és baktériumainak kapcsolatáról. A Caltech kutatói most rájöttek, hogy bizonyos jótékony baktériumok hogyan fordítják az immunrendszert saját oldalukra úgy, hogy engedje megtelepedni azokat a bélfalban. A Bacteroides fragilis nevű jótékony baktériumfaj a legtöbb emlős vastag belében is nagy számban megtalálható. A Caltech kutatói arra kérdésre keresték a választ, hogyan képes ez a baktériumfaj emberekben akár egész életen át stabilan megtelepedni. A vizsgálatokban kiderült, hogy a baktériumok szénhidrát kapszulákban találhatók, hogy az immunrendszert megtévesztve elkerüljék a lehetséges immunreakciókat. A Bacteroides fragilis esetében azonban éppen az immunreakcióban keletkező immunglobulin A antitestek segítik megtapadásukat a bélfalon. Ez olyannyira fontos tényező, hogy az ilyen antitesteket nem termelő kísérleti egerekben ez a baktérium kevésbé volt sikeres. A következő lépés annak felderítése, mi lehet az oka az immunrendszer és egy baktérium különleges kapcsolatának. Ennek ismeretében pedig talán más jótékony baktériumfajok megtelepedését is segíthetik a bélben. Sigma. A holnap világa. Tudomány első kézből. Daganatok kimutatása otthoni diagnosztikai módszerekkel. Hamarosan akár ez is elérhetővé válhat, köszönhetően a Debreceni Egyetem MTADE lendület sejtmetabolizmus kutatócsoportjának, amely a bélflóra megváltozásából mutatná ki az emlődaganatot. A tudósok reményei szerint 5 éven belül sikerülhet egy olyan eljárást kidolgozniuk, amely gyorsabb és kényelmesebb a napjainkban alkalmazott diagnosztikai módszereknél. Bai Péterrel, a Debreceni Egyetem MTADE lendület sejtmetabolizmus kutatócsoportjának vezetőjével beszélgettem. Az eljárásnak az alapja az az, hogy találtunk egy olyan anyagot, amit a bélflóra baktériumai termelnek, és ez a keringéssel eljut az emlőbe, emlőrák sejtekhez, és az emlőrák sejteknek a ráksejtekre jellemző viselkedését gátolja. Érdekes módon ezzel párhuzamosan az épp sejteknek a működését úgy tűnik egyáltalán nem befolyásolja. Ez lenne az alapfelismerés, illetve az, hogy ennek a metabolitnak, vagy ennek az anyagnak, amit egyébként litokorsabbnak nevezünk, a termelődése lecsökken korai emlőrákban. Tehát nagyon korai stádiumban úgy tűnik ez a fék eltűnik a rendszerben. Ez miért segítség, mire lehet ezt majd használni? A jelenlegi tudásunk szerint ez arra lehet alkalmas, hogy vagy a bélflórában bekövetkező változásokat tudjuk vizsgálni, vagy nyilván ennek a metabolitnak a szintjét, és ezen keresztül korai stádiumban lehet megtalálni, vagy azonosítani az emlőtumor megjelenését. Még egy dolog, hogyha a bélbaktériumokat vizsgáljuk, ez székedből lehetséges, ehhez nem szükséges invazív mintavétel, tehát nem kell senkit megszúrni. Ad abszurdum, hogyha azok a módszertani fejlesztések, amiket tervezünk, sikeresek, akkor akár ez otthon is elvégezhető lesz. Nyilván ugye egyelőre még csak egy elméletről beszélünk, hogyha gyakorlat lesz belőle, hogyan lesz ez a vizsgálat otthon elvégezhető? Friss székletet föl kell oldani, és egy olyasmi eszközt tervezünk, ami picit hasonló elven működne, mint egy terhes teszt.
Tehát ez egy hasonló jellegű valami, amit ebben a folyadékban, hogyha belemártunk ebből, valamilyen színváltozáson keresztül meg tudjuk mondani, hogy ez a teszt pozitív vagy negatív, és hogyha pozitív, akkor tovább lehet menni egyéb szűrővizsgálatok irányába, vagy egyéb irányított diagnosztika irányába. Ennek a folyamatnak, ennek a vizsgálati módszernek, illetve ennek a kimutathatóságnak mi a biológiai, illetve a kémiai háttere? Valamilyen okból, amit még nem tudunk, hogy micsoda gyanunk van, de nem tudjuk, hogy miért. Valamiért megváltozik a bélflórának az egyensúlya, megváltozik a faj összetétele. Azzal, hogy tumorsejtek jelennek meg az emlőben. Nem tudjuk, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Tehát, hogy azért jelennek meg az emlőben daganatok, mert megváltozott a bélflóra összetétele, vagy a bélflóra összetétele megváltozik, és ez segíti azt, hogy emlődaganat sejtek jelenjenek meg. Nem tartom kizártnak, hogy bármelyik oldalról elkezdődjön a folyamat, vagy bármelyik rásegítsen a másikra. De az a lényeg, hogy azon baktériumoknak a mennyiség, azon baktériumoknak az összmennyisége, amik a litokolsavat, a gátló metabolitot termelik, leesik. Gyakorlatilag kiveszünk egy féket a rendszerből, ami eddig féken tartotta a tumorsejteket. Egyébként a litokolsavnak meg tudtuk mutatni, hogy mi az a receptora, mi az, amihez hozzá kapcsolódik a tumorsejteknek a felszínén. És ezen keresztül több olyan folyamatot leregulál, megakadályoz, amitől egy tumorsejtként tud működni. Tehát mondjuk megváltozik a morfológiája, gyorsabban osztódik, vagy nagyon jellegzetes anyagcsere változásokat találtunk tumorsejtekben, ezt is gátolja a litokolsav. Még egy érdekesség volt az állatkísérletekben, a litokolsavnak az adása az immunrendszert is serkentette. Elősegítette azt, hogy olyan immunsejtek kerüljenek a daganatsejtek közelébe, amik meg tudják azokat egyébként ölni. Tehát úgy tűnik, hogy több támadásponton keresztül fejti ki a litokolsav ezt a gátló hatását. Említette, hogy ezzel a módszerrel a bélflóra változását meg lehet vizsgálni. Ezt a változást azonban sok minden okozhatja. Adott esetben lehet, hogy több mindent lehet majd idővel ilyen házi módszerekkel diagnosztizálni? Potenciálisan azt kell, hogy mondjam, igen. Másfajta betegségek esetében is leírtak ilyen változásokat. Az, hogy mondjuk egy inzulinrezisztenciát vagy gyulladásos bélbetegségeket ilyen módon fogunk-e diagnosztizálni, vagy bizonyos autoimmun betegségeket, ez attól függ, hogy az összes többi ezzel párhuzamos diagnosztikai eljárás, és mondjuk egy ilyen típusú diagnosztikai eljárás közül melyik lesz az olcsóbb vagy a hatékonyabb. Alapesetben most ugye az emlődaganatról beszélünk. Minden egyes daganatnál az a legfontosabb, hogy minél hamarabb észrevegyük, ennél nagyobb a gyógyulás esélye. Ezzel a módszerrel mennyire hamar lehet kiszűrni egy daganatot? Erre a kérdésre azokból az adatokból, amik a rendelkezésünkre állnak, nem lehet konkrét választ adni. Amit biztosan tudunk és amit biztosan látunk, nagyon erős változások azokat a prekarcinoid állapotokat, vagy nagyon korai rákokat jellemzik, amik a leginkább operábilisak, tehát amiket a legjobban meg lehet oldani sebészileg később. Mikor lehet ebből a gyakorlatban is vizsgálati módszer? A napokban kezdjük el azokat az előkészítő vizsgálatokat és kísérleteket, amikre szeretnénk fölépíteni magát a termékfejlesztést. Én nagyon szeretném, hogyha 5 év múlva valamilyen használható diagnosztikai eljárás le tudnánk tenni az asztalra. Azt hiszem, hogy ez nem annyira eltúlzott optimizmus. Nemzetközi szinten mennyire számít különlegesnek vagy egyedinek diagnosztikai eljárás? Én jelen pillanatban nem ismerek olyan használatban lévő, vagy fejlesztés alatt lévő diagnosztikai eljárást, ami hasonló elveken működne, vagy hasonló változásokat használnak ki. Tehát magyarul igen, egyedinek tűnik a jelenlegi tudásunk alapján. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.